Sziasztok! Tomi vagyok. Én pedig Tomi. Ez pedig itt a TVT. The Box Team. Ezen a héten se nem Loot Crate-et mondtunk, se nem Gigírt. Mert hogy most egy U-Box-el jöttünk nektek. Valami végtelennel. Végtelenül gyönyörű. Végtelenül csodás. Végtelenül sérült a doboz. Tele van. Mármint nagyon tele. Nem szoktuk meg, hogy egy doboz annyira tele legyen, hogy már konkrétan kupos. Mint a kvázi mondjuk. És mi nagyon? Egyesült Királyságból jött a doboz, és megjött a kaja. Megjött a kaja! Megjött a kaja! Angliából jött, és hát több fajtája is van. Ezek annyiban különböznek egymástól, hogy több dolog van benne. Van olyan, amiben ilyen 5-6 darab, van olyan 10-12, úgyhogy... Tényleg ez attól függ tulajdonképpen az ára is, hogy mennyiért rendeljétek meg. Ez egy premium box, tehát elvileg ebben vannak a legjobb dolgok. Ez ilyen 11-12 ezer forint környékén van, de azt olvastam, hogy nagyon megéri. Van itt valami, ami eddig nem volt egyik doboznál sem. Mégpedig... Használt utasítás. Mégpedig... Nyisd ki és élvezd. Kurvára nem mondják, hogy élvezem. Fotózd le. Videózunk. Ózd meg. Nem. Mint ahogy mondtuk, lyukas a doboz, de nem baj. Óvatosan, óvatosan, mert van... Remélem belevágtál valamibe. Én is. Amikor kinyitjuk a dobozt, ezt tárul elénk. Jó ki van tőle. No hát, egy metal diecast. Megint csak. Méghozzá. Kaphattunk volna egy ilyen Michelin babát is, az olyan tetszett volna, de... Szellemírtós. Megkaptuk Spanglert a Ghostbusters-ből, diecastként. Ugyebár ez az a széria, amiből magát a farkas... fajta van ugyebár ebből. Mint mondtam, az előző videóban van Marvel DC, van más is. Nekem tetszik. Azt tudjuk, hogy ezek sokat érnek, tehát ez is ilyen 4000-5000 környékén mozog, tehát az ilyen cuccok, amik ilyen nagyon nehezek, azok királyok. Kisgyerekek 36 hónap alatt... Ne, megint elkezdi. Megint a szemet rájön egy 3 éves kor alatt, komolyan mondom. Látta itt szépen. Mikor volt el utoljára itt? 48 hónapja. Ez tényleg pöpec, tehát ezek nagyon jól kidolgozottak. És megint benne van egy ilyen cuccba. Sűrös darab. Jól néz ki. Erős csontozatú. Szépen ki van alakítva. És nagyon-nagyon jól néz ki a kis hátizsákja, ami ugyebár a szellemek ellen épült. Nagyon mozgassuk az alkatrészeket, mert könnyen széteshetnek. Ez pont nem egy akciófigura, ugyebár. Ez nem játék. Van még egy nagy doboz. Popfigura! Ez Star Wars-os finnes popfigura. Ez az aszmás csávó? Aszmás. Ez az egész célában jutott. Underground Toys Exclusive. Megvan a második Funko Pop figuránk. Nézzük is meg, ugyebár ezeket vissza fogjuk rakni, mert a Funko Popok úgy érnek sokat, hogyha benne is maradnak a dobok. Nézzétek, hogy remeg a feje! De az összes pop figurának így izél a fel? Nem. De király! Srácok, ez szó szerint kocsiba valunk. Ez olyan, hogy így zöcskölődsz az utakon is. Nagyon nagy. Nagyon-nagyon-nagyon kis cuki ez a kis fénykard a kezében, bár eléggé... Felde, selejt. Matri? Rocket Raccoon matrica! Másik meg mi? Star Trek. Jó. Ez nagyon menő! Ezt hova ragasztod? A rollerem hátulja. Na, jó. Kaptunk két matricát. Az a durva, hogy van még benne egy póló. Nem! Az egy kiltán softtime. Két póló van benne, Tomi! Milyen a tiéd? Ne! Tiéd. Nem látom. Öcsém! Ez egy Marvel DC. Megem mondtam volna. Igen. Kaptunk egy Star-Lord-os pólót. Gildan Softtime. Meg egy Superman-eset. Gildan Softtime. Van állat. Nekem bejön. Állat. Nagyon állat. Van állat. I can't stop this feeling. Deep inside of me.
Girl, I just don't realize what you do to me. Na 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 Batman! Supermannek van zenéje? Persze. Helye. Batman-i menő. Még egy doboz, egy valami van a dobozban. Egy másik doboz. Wow! Egy pin. Ez mi? Bublebe! Mi? Tényleg? Bublebe! Bublebe? Ott van a kis Transformers jelcske. Ez tényleg Bublebe. És egy mágnes! Mágnes! Végre vagy olyan, hogy nem fényed hál az ég. Ez az! Igazából úgy néz ki, mint egy pin elsőre, de amikor megfordítod, akkor látod, hogy ez egy mágnes. Ez most megérte? Hát, vennám. Vennám? Vennám. Összetételben hasonlít a gigihez, mert hogy nekünk az nagyon tetszik, hogy két pólót kaptunk. Szerintem ők is nézik a csatornát. Ez egy doboz volt, ami egy pluszpont. Voltak benne pólók, ami egy pluszpont. Popfigurák, ami egy pluszpont. Egy. Popfigura. ami egy pluszpont. Meg egy Metal Diecast. Az, ami egy pluszpont. Hűtő van, és egy pluszpont. És matricák, ami egy mínuszpont. Úgyhogy ez a sében 4 az 5-ből. Tehát az Infinity Crates-et mindenképp ajánljuk nektek, mert nagyon jó cuccok vannak benne. Ez alatt is van jó box, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a prémium alatti regular. Tommy would recommend. Maga a boxálás biztos, hogy felülmúlja, ez amit most kaptunk, és gondolom, hogy ez így van minden egyes hónapban is. Mindenképp fogunk még Infinity Crates-et nyitni, mert meggyőzött minket. Meg hát. Jövő héten ismét egy olyan dologgal fogunk érkezni, amit eddig még nem bontottunk, még nem tudjuk, hogy melyik lesz. Mert attól függ, hogy melyik érkezik meg hamarabb, úgyhogy legyetek jók. Jók. Vagy. Ha tudtok. Vagy. Az az egy fontos, legyetek jók, most már nem kell túl sok a holnapot. Legyetek jók. Mit mondom, 60 kilós veré a villanydróton? Mit? Csíp. Szóval jövő héten új boxsal készülünk, addig is iratkozzatok fel a csatornánkra, aminek a linkje lent lesz. Sziasztok! Sziasztok!